Hello mindenkinek, Ryder vagyok, és a mai Heroes of the Storm videónkban Tychus-szal fogunk játszani, aki nemrég meg lett változtatva, át lett alakítva, akkor, amikor kijött Dehaka, ugye ez már lassacskán nem ideiglenes, hiszen Tracer már itt van igen közel. Ez Tychus második skin tintje. Az első az így néz ki, gyakorlatilag annyi a különbség közte, hogy más hölgy van rajta, valamint más a számja, meg egy picikét szebb kék szerintem. Well, it's about damn time. És itt is vagyunk, hölgyeim és uraim, a Dragonshire pályán, a mi csapatunk pedig Leaming, Illidan, Sylvanas, Nova, Tychus, az ellenség csapata, Nova, Sergeant Hammer, Leaming, Valla, valamint Keltas. Szóval, pocsék csapatok mind a két oldalon, és Tychus igazából nem is tud igazán ragyogni ebben a felállásban. Na most, Tychus képességei, overkill. Ilyen területen belül sebzünk lényegében AOE-ben, célzunk valakit, és akkor mellette lévőket is sebzi, duplavénk egy gránát, kidobunk egy gránátot, sebzünk, félrenyomjuk az ellenségeket, el pedig egy ilyen kis rövid távú kis dash. És a nagy változás csomó talent hozzáadás levevés mellett az volt Tychusban, hogy a D-je, a passzívja, a trétje, ami most már aktív, a minigun, az eddig azt csinálta, hogy amikor támadtunk Tychus-szal, akkor lassan növelte a támadási sebességünket. Most már teljesen más dolgot csinál, most már azt csinálja, hogy amikor be van kapcsolva, akkor bónusz sebzésünk van, hősök ellen. Ó, baszki. Nem kellett volna ennyire bemenni. Bónusz sebzésünk van hősök ellen 3 másodpercig. És Tychusnak van egy alap 4 másodperces sebzése másodpercenként. Ami jónak számít, mert azt mondaná az ember, hogy négyet sebez másodperc, négyszer sebez másodpercenként. Azt mondaná az ember, hogy ez tök jó, de igazából azért Blizzard tud matekozni. És ki van a számolva, hogy ne sebezzünk túl sokat. Na most, ha bekapcsoljuk a passzívot, bekapcsoljuk a passzívukat, akkor az addig, ugye szépen villog, amíg el nem kezdünk valakit autoatakolni. Majd csak utána kezdi el leszámolni a másodperceket, oké. Oké, you gonna get fucked. Oké, a bónusz sebzés, viszont megszerezték a sárkányt. Megöltük az ellenség kiállt a szádesen, és megszerezték a sárkányt. Ami problémás. Na most, ugye minigunk, amíg 3 másodpercig tart, az igen sok bónusz sebzés, igazából. És mint hogy látható volt, igazából a... Oké. Igazából ez működik a Dragonite-en is. Nézzétek meg! Nézzétek meg a sebzéseket. Van lila sebzésem is, van... van narancsága sebzésem is. Hú, baszki. Nova. És ez azt jelenti, hogy ugye ability sebzés a bónusz, amit a minigun nyom, valamint normális sebzés, amit mi csinálunk. Ugye normális sebzés, a sima autóáták, basic attack, ahogy Blizzard mondja, az narancssárga szín. Az ability sebzés pedig lila. A hílek zöldek, a pajzsok fehérek. Mi van még? Kb. ennyi. Oké. Negyedik szinten a Master Assassin-t fogjuk fölvenni. Nem mondtam el a képességeinket. Első szinten a Shraggy Ruff-ot vettük föl. Amikor dash-elünk, akkor kapunk Resistant-ot. És azáltal... kevesebbet sebződünk. 3 másodpercig? Igen. 3 másodpercig. Oké, jövök. Boom, shakalaka! Oké. Csak reménykedtem benne, hogy itt van. És ott volt. Oké. Szóval ők sokkal többet öltek, mint mi igazából. De nem számít. Rácéloz. Látjátok, mind a kettőt sebezzük. És ugye ability, tehát képesség. Azért volt lila a színe. Oké. Okay.
Oh hell yeah! Oh hell yeah! Ez az, erről van szó. Mivel mindenki azt hiszi, mindenki pusztul jobbra-balra, sehol nincs egy heal, sehol nincs egy semmi, de igazából nem állunk olyan rosszul. Hetedik szinten a Lenses Soldier-t fogjuk felvenni, ami lényegében pont ugyanolyan, mint a Relentless, csak sokkal korábban jön, és 50% helyett 33% a lassítás és a stb. Csökkentése. Ami azért nem olyan rossz. Lássuk be. Oké, fogsz itt inkább Hammer-re. Kicsikét. Semmi baj, Hammer el van bújva. De nem probléma. Oké, szóval én nem fogunk kimagaslodni sebzésben. Szia Valla. Oké, Valla elment. Mivel, hogy egyszerűen mindenki assassin, és nincs tank. Ha lenne náluk tank, vagy lenne náluk egy Asmodan, ez a kétfajta tank létezik. Oké, Lili. Fuck you. Oké. Mindenki pusztul jobbra-balra, gyerekek. Mi van itt? Oké. Szóval... meg fogsz halni Valla, az biztos. Valla, inkább add fel. Jó. You go! Oké. Szóval, ha Sylvanas a mind control-t veszi föl, akkor nem fogunk szarul állni, nagyon-nagyon nem fogunk szarul állni. Ezt szerezitek meg lassan. Ezt lassan meg kellene szerezni. Én ezt mondom. Oké, miénk a shrine. Mindjárt miénk a 10-es szint hamarabb. Miénk is a 10-es szint. Most nem fogunk lézerezni, pedig a lézer is megváltozott. De Commander-ről dinozni fogunk. Igazából. Oké, visszaszerezték. Majdnem visszaszerezték a templomot. Oké. Ez ennyi volt. Hogyha Li Ming akar valamit csinálni, akkor itt vagyok. Éppenséggel. Jó van, Li Ming, drága, gyere. Toljuk, gyere. Ne szaladj el, toljuk. Please, játsz velem. Please, miért nem játszottál velem? Istenem, egy vágyam van a világon, hogy a Li Mingek játszanak velem, de nem. Közben Sergeant Hammer meghalt valamerre a pályán, és Li Minget sikeresen kizónáztuk innen, ami tök jó. Nem öltük meg, de kizónáztuk, szóval gyakorlatilag bot miénk egy igen jó darabig. És igazából már jövünk felfele killekbe. Igen, csak szépen. Oké. Jó, jön ki a Tesszakertesz, viszont kicsit itt figyelni kell. Jön Li Ming is, rá is picit. Oké. Baszki. Meg fogunk halni. Biztos vagyok benne, hogy meg fogunk halni. Esélytelen az, hogy kikerüljük őket. Igen, erről van szó. Ez esélytelen volt, hogy kikerüljük őket, mert jöttek vagy hárman, négyen. Maximum talán, hogyha visszafordultam volna, vagy ott maradtam volna, esetleg. Semmi baj. Nova megy, nem megy, Nova majdnem ment lefele. Nova inkább itt marad, és lehet, hogy csinál valamit, Keltasz ellen csinál, bizony. Még egy automatik és Keltasz meghalt, viszont jön a Reign of Vengeance, valamint a Disintegrate is Vallától, valamint az ellenség Li Mingétől, és sajnos egy-egy cserét fogunk csinálni, ami nem a legjobb. Oké, szóval az az igazság, hogy tényleg nincs válaszunk. Baszki. Válaszunk Nova útjára, az baj. Ha csak Sylvanas nem vette fel a Mind Control-t. Sylvanas nem vette fel a Mind Control-t. Miért is vette volna fel a Mind Control-t? Pedig az lesz volna nekünk az igazán jó választás, ez az igazság. Lássuk be. Oké, én itt vagyok a közelben. Hogyha neten meg kéne őket állítani a kesztelésben, de már nem kell, már nincs rá szükség. Jó, guruljunk el. Oké. Beszélgessünk már a buildünkre egy picikét, jó. Ó! Oh. Sajnos Novának minden dolga félrement.
Oké, ezekkel meghalt, nagyszerű. Na van, majdnem meghalt, én le akartam volna futni, csak sajnos a Pathfinding az máshogy akarta. Semmi baj. Szóval a buildünk, Istenem, Ryder, nem tudtad elmondani, annyira akciódús ez az Assassin ellen meccs, hogy valami borzasztó. Tessék, ott megtalálva, most ezt szerezzétek meg. Szóval, első szinte Shragidaf, hogy kapjunk resistantot, amikor dash-elünk, vagy sajnos elengedelünk. Negyedik szinten Master Assassin, amikor ölünk, akkor kapunk attack speedet, és összesen 15-et lehet ebből összegyűjteni, majd a végén kapunk még 10%, minden stack 1% attack speed, majd a végén még 10%, szóval gyakorlatilag, ha megcsináljuk ezt a questet, akkor 5-ös attack speedünk lesz. Ugye a 7. szinten mondtam Relentless-t, Relentless Soldier-t, bocsánat, azt mondtam már nektek, az nem újdonság. Az egy BFG. Ez egy BFG, de... Oké, tehát ezek azért elhasználtak minden létező dolgot rám, és meg fog halni. Sajnos Sylvanas is. Sajnos. Sőt, még esélyes az, hogy meghal Leaming is. Nem. Mert Sylvanas felmountolt, ami egy hiba volt. Bocsánat, Nova felmountolt, és ez egy hiba volt tőle. Hiszen másképp lehet, hogy utol tudta volna érni. De sajnos nem érte utol. Mármint neki sajnos, nekünk természetesen szerencsére. 13. szerintem még That's the Staff-ot vettük föl. Amikor használjuk a minigunkat és sebzünk vele, akkor a bónusz sebzést, amit bár róla kapunk, azt visszakapjuk életként. Szóval gyakorlatilag heal-el. Igazából 16-os szinten szerintem a Titan Grenade-et fogjuk fölvenni, hogy a gránátunk is 100%-os sebzést csináljon. Mert az jól jár nekünk nagyon-nagyon. Oké. Jövök én is, várjatok meg! Senpai! Noah, miért csináltad ezt? Noah, meg fogsz halni. Noah, túlélted. Noah, már nem. Noah, mi van veled? Oké. Okay. Szóval szerintem ezt meg kéne szerezzük. Én azt mondom. Valaki? Nem. Hammerre támadunk. Oké, vágom. És Hammer meghalt. Hammer le lett törölve, Hammer meg lett halva. Oké. Okay. Azt meg kéne szerezni, és akkor valaki totál be tudna menni így. Velünk Illidan? Hiszek benned. Illidan? Ez az. Leaming, tartsd! Nagyszerű, oké. Okay. Nem állunk rosszul, sőt, gyakorlatilag vezetünk azért. Ami igen érdekes. Jó. Jó van, sebzésben nem állunk sehogy sem, mivel hogy ugye Tychus, mint ahogy mondtam már többször is, Tychus igazán assassinok, bocsánat, nem assassinok, hanem tankok ellen jó. Gyakorlatilag úgy lett átdolgozva, hogy igazi tank körül legyen. Ne baszki, nem tudtam úgy ugni, oké. Okay. Gránát nektek, vagy legyeltek ide. Igazából, ha csináltunk volna valamit, be tudtam volna menni az Odinba, hogy el tudjunk nyugodtan menekülni, csak akkor lehet, hogy arra gondoltak volna, hogy inkább... Oké, nincs itt senki. Arra gondoltak volna, hogy inkább akkor harcolni akarok, de nem akartam. Salami meghalt, nagyszerű. Salami! Ashalanore! Oké. Okay. Ezt legalább totál tudjuk szedni. Hát az is valamennyi value, valamennyi érték. Hammer, mit csinálsz? Hammer, mit csinálsz tétek egy kis magányos Hammer? Oké. Okay. Jól van, 20. szinten pedig azt Nizzlilatexot fogjuk fölvenni, hogy nem csak a minigunk, hanem a basic attackunk is pluszban sebezzen.
Egészen pontosan. Basic attack-ig, akkor nem fogja ütni, persze, mert ez nem trade. Egészen pontosan 1%-ot. Szóval ez azt jelenti, hogy 1, figyeljetek, matek, 1, meg 2, az 3%. 3% sebzést fogunk csinálni az ellenség hőseivel szemben, ami 3% a maximum életük. És ez azt jelenti, hogy ehhez a 96-hoz még az hozzáadódik, és ezt másodpercenként több mint 4-szer meg tudjuk csinálni. Hát csak magában a másodpercenként 4-szer 96, mondjuk 100, az 400 sebzés, az már úgy elég komoly, de költek 10 másodperc és egy tájkuszt meg lehet ülni egy másik tájkusszal. Mondjuk az igen sok moba időben. Ott van valaki. Viszont, ami beleszámoljuk a bónuszt is, akkor az igen sok sebzés. Az igen-igen sok sebzés tud lenni. És számtalanszor mondtam már, sajnos nem tudom megmutatni, hiszen ez nem egy jó példa rá. Csak mindenki jobbra-balra hullanak el fel az emberek. Mi a fene van itt? Ó, biztos izé. Biztos Nova Fast Reload. Nem, még nem vette föl. Oké. Okay. Itt van Nova valahol. Azt hiszem, hogy látom Novát valahol. De lehet, hogy csak halucináltam. Jó, szóval most totál tudunk pusholni a Dragon Knight-tal. Annyira, hogy igazából be is pusolok komolyabban. Nova? Oké, okay, azért mondom, hogy ez nem lehet az igazi Nova. Mi az, amit ő csinál jelenleg? Oké. Okay. Az viszont az igazi Nova. Oké. Okay. Nem, hagyjuk szerintem is. Irítan az istenét! Irítan mi a fene? Most mi a fenét csinálunk Irítan? Megöljük szalámit, de azon kívül mi a fenét csinálunk Irítan? Jézus Isten. No, akartam dashelni, csak rossz gombot nyomtam. Pedig másképp rendben lettünk volna. Lényeg jön segíteni, jó, akkor meg tudjuk ezt szerezni gomb nélkül. Remélem. Nagyon-nagyon remélem. Oké. Okay. Jól van. Sebzésről mindig nem állunk el jól, viszont Siege Damage-ben és hasonlókban igen, ami tök király. Ami tök király. Oké. Okay. Oh fuck, jön a BFG. Jön a BFG! Került ki a BFG-t. A játék. Oké, okay, ezt megszerezzük. Valaki? Tudjuk, hogy szalámi nincs itt. Hoppá! Ott álltak lesben a gyerekek. Oké, okay, akkor senki nem törődik velünk. Senki nem törődik ezzel, hogy ezt itt meg akarjuk szerezni, meg ilyenek. Oké. Okay. Jól van. Nagyszerű, meghalt az ellenség. Tesója. Az ellenség Sergeant Hammer-je. Sajnos én nem tudok itt mit csinálni, igazából felmegyek inkább topra. És azon leszek, hogy megszerezzem ugye a templomot. Mert az úgy jó lesz nekünk. Az úgy nagyon-nagyon jó lesz nekünk. És sajnos mindenki pusztul jobbra-balra, az az igazság, no, valószínűleg meg fogod halni. Nem hinném, hogy különösebben túl tudnál élni. Nem túlélte. Sajnos. A triple tapet, ami nem olyan jó. Sőt, gyakorlatilag majdnem mindenki meghalt a csapatból. Gyakorlatilag csak Sylvanas él és én. Ami nem jó, mert tövéké lesz a sárkány, valószínűleg. Nem hiszem, hogy fel fogjuk tudni tartani olyan sokáig, hogy minden rendben legyen. Szerintem a botom már szerzik is megfele. Nem? Még nem? Oké, Sylvanas. Mi a fene volt ez?
Hát oké, akkor még ezt a sárkány, hát bánom én. Azt hiszitek, hogy bánom én? Szellemi nem. Szellemi fuck you. Tank? Tank mode? Mi ez a meccs, istenem? Mi ez a meccs? Ó, oh, Jézus. Nem ölem, nem. Gyerekek, nem. Nem, értsétek meg, hogy nem. Értsd meg, Hammer, hogy nem. Hammer, nem. Gyerekek, nem már. Csak hadd szedjem ezt le, jó? Ó, oh, a Viriden. A Viriden. Oké. Okay. Hát akkor leszedem így, nekem így is működik. Igen. De azért ezt kellene csinálni, tehát tényleg. Meg vannak halva, meg van mindenki halva, ezt kellene csinálni. Oké. Okay. Hát ez érdekes volt nagyon. Nagyon érdekes volt. Egy kicsit a hatás alatt vagyok ennek a meccsnek, tehát... What? Mi történt? Mi történt itt? Annyit láttam, hogy mindenki jobbra-balra meghalt, és egyszerűen csak úgy pusztultak kifelé az emberek, tehát jobbat nem tudok mondani. Amúgy csak ez nekem tűnik úgy, mint egy videómaker. Ez a hölgy. Csak nekem tűnik úgy. Szóval... Mi van? Ez 73 halál 20 perc alatt. Az azért az igen komoly. Sebzésben, ha megnézzük a sebzésünket, akkor igazából nem sebeztünk keveset, tehát ez nem olyan dolog, ami szóval azért el lehet tekinteni, és hogyha lett volna tank, lett volna warrior az ellenség csapatában, akkor még többet tudtunk volna sebezni, higgyétek el. Én gyakorlatilag egy, hát mondjuk azt, hogy egy gyakorló meccsen szinte lesebeztem teljesen egy csogát. Nem öltem meg, de futásra kényszerítettem, kizóráztam, ami győzelmet jelent effektíve egy V1 harcban, ami igazából egy V2, de értitek. Ha tetszett a mai Heroes of the Storm videó, akkor ne felejtsetek el dobni egy lájkot, hiszen az rengeteget segít, valamint, hogyha úgy akartok a csatornán, én azt jelentek, hogy iratkozzatok fel, Ryder voltam, hamarosan találkozunk. Sziasztok!